nézzük, hogy teljesít a játék így felvétel közben. Úgyhogy szóljatok, hogy a szaggat meg ilyesmi, egyébként meg üdvözlöm a YouTube nézőket. Itt az idő. Itt az idő a munkára. VSAD, Interact. Jó néz ki? Jó néz ki, jó van. Érdekes az a V. Jukunida. Jukunida. De mi az a izé? Olyan, mint a sántítana, nézd. Még az egyik lábára így megy. Jó, oké. Tehát akkor üdvözlöm a YouTube nézőket, ez itt a izé, Chillars játékoknak az egyik része, a dolgozós. Ugye az előző játékban el kellett venni bevásárolni, itt pedig a Yokata Aoishi. De most az hangeffekt egyébként. Na, japán horror. Én ezt értem, de nem azt mondtad, hogy dolgoznod kell? Oh. Change clothes? Yeah. Aha, nekem van. Mid? Mid van neked? Blue. Ah, Yukatani. Csincsillám. Értem. Hát érdekes. Okay. Magába veszed. Away! Away! Kap be a faszt. Argus. Ó, Istenem, még engem itt porba izé. Hagyjatok már be Black Room-ra. De milyen? Alright. Akkor meg kell baszni a mikróba. De milyen hangja van? Tiszta élethű. Rendesen meg kell várni, bazd meg, 30 percet, akkor leülünk. Oishi. TV-t nem lehet addig nézni, szigorú. Tü. Azt kellett volna mi. Eat bento? Ja. Köszönöm szépen, Otaku Ishin, a következő, vagyis a feliratkozást. Üdvözöllek a csatornámon, ha szeretnél még értesítést, akkor gyere DC-re, felkeltőjel DC, sziasztok. Mindenki, aki szeretne, nyugodtan jöhet oda. Mi az a kis egérke? Dallanot? Vagy Degu, vagy mi? Na, menjünk munkába. Bazd meg. Ja, én azt hittem, töltőképernyő lesz. Milyen lakás az, ahol így kell bemenni, mint valami... Mi az? Hol lakunk mi, bazd meg? Nem fura ez a járás animáció. Megvan ez melyik játék? Jó van akkor. Édesene. Yokata. És mi a fasz kecselni? De. Ennyire híres, hogy mindenki tudja, mi ez már. Ennyiből. Ez akkor én nagy faszra számítok itt. Imádom. Jó van akkor. Úgy tűnik mindenki ismeri ezt a játékot, csak én nem. De hát akkor ez nekem csak jó.
Jó, zokni vakon van. Hát... nem nagy duranás. Baszott nagy anime csöcsöknek is az a véleménye, hogy ő is vak. Innovatív. Na, itt kell lemenni, bazdmeg. Nem. Mindenkit át kell nevezni egy picit, úgyhogy baszott nagy anime csöcsök. Nem tudom, be lehet-e mondani a nevét, vagy nem, ezért inkább úgy mondom, hogy azik... Lekérés a magyar YouTube streamer csapat, leki már játszott ezzel, sokan onnan ismerhetik. Engem nem érdekel. Ne nézzétek ilyeneket. Várjátok meg, még én egyszer játszok vele, és kész. Minek kell itt nézegetni más streamereket? Ez olyan idiótaság. Hát ez butaság! Minek néztek más stream? Nem, évekig abba kell gondolkodni, hogy hát, ha egyszer majd a Szefi játszani fog ezzel, és addig te nem nézitek meg. Kijön egy új horror játék? Se baj, akkor majd megvárjátok, még egyszer játszok vele. Küldjétek el, az kész. Nem nézhettek senkit. Jó napot! Hú, de szép fejed van, Sanyi. És itt fog dolgozni? Na hát, örülök neki. Enter counter. Értem. Szia. Oh god, you made it. Mi? Oh, I just recently heard someone had feel. Tessék. Mi van? De én se padlásos játékot fogok játszani. Na már itt is kezdődik. Oké. Okay. Nem tudom, padlás mániája lett az embernek. Csak tudod, ha túltolod a kreténséget, az már nem jó. Szóval lehet vicceskedni a padlással, csak ha nagyon minden mondatot padlás, akkor az már kicsit idegesítő lesz, aztán már nem lesz olyan vicces. Tudod, ha egy viccet többször elmondod, százszor legalább, vagy mit... 3-4-szere... Te most hova mész, haló? Dikit hagyott. Akkor nem lesz olyan vicces. I think some food are expired by the time you start your shift. Can you take off the shelves for me? Your manager. Melyikről van szó? És akkor akit dolgoznom kell? Ja, sose nyom fullba a kretén. Jó napot! Fú, bazd, mert ez minek... Mi ez a... Oké. Okay. Szaggat a pali. Azt mondja, úgy jön be, mint aki itt lakik. Mi? Ja. Azt ezt most hova rakjam, baszod? És mit szeretné? Ó, és majdnem mondtam valami csúnyát.
Igen. Mondjad már, mit akarsz, paplanfejű. Na. Hozzad már! És menjek ki, vagy mi a fasz csinálj? Csíjjad, Discordon vették fel ezeket a hangokat. Ereget hallgatom, hogy ezt ne jó. Mi lejárt, azt ki kell baszni, mondta a főnök. Akkor pakoljad ki. Irasány messzén! De jó üdeszká! Watashi wa namae Sefi desu ka? Dozo yoroshiku. Daijoubu? Oké, kell még más? Oda nézzetek. Érted, valamelyik anime és valamelyik még ilyen rendes japános. Dozo yoroshiku. Most ezeket hova vigyem? Halló? Valaki be akar jönni? Hát mi a fasz van veled, ember? Engedj már be! Halló? Azt hiszem, már kizártam magam. Hol vannak a kukák? Omae wa mou shindeiru. Istenem, hát ezek a mai fiatalok. Micsoda? Hamarosan, mert te meghaltál. Kidobod a lejárt kaját? Ja. Kibasztam, mint mocskát szarni, öcsi. Na írjad! Ne csak tegyél úgy, mintha írnál. Írjál is. Fejezd be a mondatot! Ez ingyenes játék? Nem. Micsoda ember van a csóbokkában? Te mi a szar ez mondod? Persze, hogy megkerülöm az egészet, ha nem majd hátulra megyek, nem? Mi a fasz, itt a csöves. Kész lejárt kaját? Úristen, hogy néz ki azt a kurva? Nem kellett volna menned mellózni, majd megbánod. Jól van. Most nincs, nem volt kedvem itt körbe menni, vagy mi? Most itt menjek ki. Itt ki se lehet menni, baszod. Itt akkor csak meg kell kerülni. Felfedeztem, hogy a magyar Kelet-Európa legnagyobb víbjei. Oh. Ja, bocsánat. Nem értem. Mit kerültem meg? Csöves cigi kért. Nem kért semmit, ez a vicces. Ajtó. Nem tud rohanni a gyerek. Na, jött a szállítmány is, öcsém. Reptér, ahogy a szélben lobog a lábad. Kicsi liminal space a játék, bár gondolom szándékosan.
Az első között volt egyébként, az újabb játékuk jobban néz ki. Hogy a picsába kell kimenni innen. De szevasz, mondjad, mi a helyzet? Hát elég késő. Receive. Nem pornó. Take it home. Ennyi volt a mai shift? Mi a fasz? Nem én nyomtam be a mikrót. Nincs is VHS kazettám. VHS volt benne, de hol van a VHS? Berakták a mikróba a VHS-t. Most szellebb baszakodik velem? Szamara, te vagy az? Most ezt vigyem haza, vagy mit csinálj? Van magyar fordítás a későbbi játékokban? Ez nagyon jó hír. A kérdés az, hogy a VHS-t most hova dugjam? Most nem kellett volna hazadobnom a dolgokat, mi? TV-re tegyem rá. Tehát nem volt ott semmi. Ott voltam az előbb. Jó, de... Watch closely? Hát nem biztos, hogy akarom. Hol van? Láttátok a VHS nevű játékot? Ilyen nem játékot, filmet. Hát ebből nagyon sokat megtudtunk. Köszönöm, ez érdemes volt eljönni hozzá. Most másnap van egyébként? Most eltelt egy nap? Végül is? Most rosszabbul látok, nem? Vagy. Stefanos, köszönöm szépen az érdeklődés, jól vagyok. Köszönöm, remélem te is jól vagy. Mindenki jól van, bazmi. Próbálom nyomni a shiftet, de kurvára nem siet. Vagy hát ennyire. Mi a fasz? Temető? Ez Szabó? És bejöttem valaki házába véletlen. Bajtó Janai. Naito shift üdözi. Értem. First Naito. Hova a faszba mentem, bazd meg? Hát kicsit... Nem lehet följebb vinni itt a dolgokat? Baszott nagy anime combok, azt szeretné, hogy így áll. Érde. Keresem az utam néha, keresem a bajt, de keresem azt is, aki engem akar. Mert nekem szánt az ég, érte. Jó fele megyek, srácok, bazd meg, mert nem érzed.
Ja, de vicces. Múltkor itt volt a manipulatív attitűd, azt rájöttem, hogy az a vovos srác, aki a TikTokon van, az vovozik. Ez pont jött velem szembe a TikTokon. Azt mondom, bazd, mert ő volt a streamemen. Hát micsoda megtiszteltetés egy vovostól. Egy vovostól. Azt kellett volna, hogy izé. Bigs anime oppaj de szü... Hát basszátok meg, én nem találom, hol dolgozok. Én esküszöm, eltévedtem. Hát de ilyen fényviszonyok mellett hogy a picsába? Legelőször tök értelmesen megtaláltam, mi van. Na. De ide már nem tudok följönni. Esküszöm, nem értem. Hát mindjárt újra kezdem inkább. Gigantico oppai onisan arara. Istenem. Fosság. El fogsz késni, ha így lesz a fizetés. Hát, itt érdekel engem. Csodálkoztok, baszki, amikor ilyen izé? Ilyen lassan megyünk? Na végre. Egyetlen egy út van, érted? Uvú, ve, onyét, egyébként, ubú, érá, ózász. Ez vágom, ezt az, hiszen... ezt valaki mondassa már ki a izébe. Ez muszáj. Várjatok, mert ez muszáj. Uvú, ve, uvú, ve, onyét, enyevve, ugve, mugve, mossás. Szevasz. Most múltkor jó volt a munka, amit csináltam, mert kidobtam két szemetet. Azt így ennyi volt. Na olyan, beszélj már pár szót. Ja igen, akkor amikor én kimentem és majdnem kizártam magam, akkor igazából előtte majdnem kinyílt az ajtó. Aha, tehát szar volt a kábel, nem szellem volt. Vagy pont ellenkezőleg. Ez a párbeszéd. De egyébként fogtak valakiről egy ilyen izét. Te szemből tök értelmesen néz ki, csávó, érted? De oldalra mész, azt is lemodellezve az óra az embernek, bazd meg. De füle sincs amúgy. De én így még azt mondom, hogy a textúrás itt tök normális, de bazd, mennyi ideig tartott volna? Hogy lehet ennyire lópolira venni a dolgot? Csoda, hogy ujjai vannak amúgy ehhez képest. Would you please punch it? Jó van, nyugodjál már le, vazd, mert mit kell izzadni, vazd, nem érszem el, vazd, izzadsz itt. Nincs füled, nincs orrod, az izzadsz. Na, el lehet menni a picsába. Húzzál is innen. Igen, csak úgy átmegyünk, az kerítésen, mi? I saw somewhere that's behind the store yesterday. Someone was left the garbage bin open. The first person to see note has get read. Amint az asap megtörténik. Your manager. Jó, már lecsekkoljuk ezt is. Füle sincs az... Csí, az tényleg... Kőkemény. Az mi? Kakasi ott bal oldalt? Jön a néni, bazd meg! Egy ingyen Unity Store bábú karakter alapmozgásokkal. Kajak? Jaj, hát ez mire vége ez a Juli néni?
De valaki elment hátra egyébként. Hű, hát itt meg kell várni szerintem. Jaj. Szerintem összeszed... Jézusom! Na jó van. Amíg Juli néni itt izél, tudom, hogy ki van borítva a szemét, oda megyek. Szerintem elmegyek, elmosogatok, visszajövök, összeszedem a szemetet, akkor, akkor is még itt lesz benne. Igen, igen, most már így összeraktam, hogy amit láttam a VS kazettán, az valószínűleg itt volt hátul. Hát kapja be az illető amúgy, de itt voltak szallagok. Ja, az ott van, aha. És akkor itt mit csináljak? Halló? Valahol itt? Mi? Kurva élet. Itt kamerázott a kis buzi. Sunima Sanchotto, fuck you. És mit csináljak most amúgy? Tehát én értem, hogy ez föl van borítva, de így ennyi? Itt be tudok menni? Ó. Oh. Ez mi a faszom? Ja, a patkányokat kell kiírtani, értem. Ja, hogy én erre is jöhetek. Akkor most már értem a megkerülési dolgot. Azt hittem ott lehet hátul átmenni, nem pedig itt. Jó, oké. Ja, szegény öregasszony, első a fosás. Jó, így már értem, de elmagyarázhattad volna előbb is. Na, szóval potkónyokat kell ölni, nem? Csokkalom néni nem szeretne, kis potkóny mérget. Ott az egér! Azt a mindenit, nem volt kedvük leanimálni, az inkább elsötétítették. Valaki bejött. De bazd meg, ez milyen játék? Körös meg hot egeret. Oké. Okay. A potkony. A potkonytól jobban félek, mint a zegértű. Dezintegráltam az egeret, így van. Meg kéne nézni, ki jött közben, mert végén kirabolják itt a boltot. Halló? Vagy a néni csak bejött kakkantani egyet, azt ennyi? Szevasz öcsém. Szevasz bátya, ez PSG Ogli. Neked sincsen orrod? Nincsen hát, bazd meg. De mondja, mi van? Nagyon patikán nézek ki. Kérsz egy kis potkóny mérjét? Nem tud sietni. Ő neki már akkor jött, na mindegy. Jól van, akkor elrakjuk. Faszom. Na mondja. Hey, I'm in a hurry. Now could you please fetch me? Hagyjál már, nem. Most ez komoly, nekem kell bevásárolni a csicskágyásznál. De amúgy annyira túl van tolva ez a VS effekt, szerintem ez újabb horror játékokban szerintem. De ez nem új, Sanyi. Ez viszonylag régebbi. Amúgy ja, full igaz. Mi kell neki, sör, meg cigi? Az is lehet egyébként, Sanyi, hogy pont, hogy innen lett kopízva, mert ez mondom, ez régebbi. Hol vannak a sörök? Hát de bazd meg, ki a faszom ez, hogy itt csicskáztat engem? Hát melyik boltban van ez?
Ezzel is fotorealisztikus, akar. Ezzel nem lesz fotorealisztikus, ezzel max a... Ha mondjuk valami a 90-es, 80-as években játszódik, akkor arra ráérdemes rakni ezt a VHS-t, vagy hogy mondjuk dokumentumfilm, vagy mi az? Házi videószerű legyen a dolog. Figyelj, srác, én nem tudom, hol vannak sem a sörök, sem a cigik. Már 500-szor megtaláltad volna, hogyha nem nekem kell keresni. Pordulságot tudok adni, az itt van egy rakat. Ennyi. Nincs cigi! Nem vagyok kocsma, bazd meg. Hűtőben van sör, hát. Jó, hát amúgy annyira... Jó, hát mondjuk ez elég egyértelmű lett volna. Mennyi kell neki? Tessék, itt van egy darab sör. Mit szólsz hozzá? Tessék. Jaj, bazd meg, ez a küldetés. Nem lehet többet venni? Hát ez olyan, mint a küldetés, igen. A Wolfba bazd meg izét kell szedni. Mi kell neki? Két sör, meg egy cigi? Vagy mi van? Most mi nem tudok kivenni izét? Halló? De figyelj, a mama azóta bent van. Nem, azt mondom, hogy a játék... Mi van már? Cigi. Bármilyen cigaretta. Én nem tudom, mi van. Patkány kell írtani. Az öreg néni, nem tudom, megszállja éppen egy démon. Ez a csávó meg csicskáztat, és nem ad sört a gép. Tehát ez mi? Másfajta sör kell neki? Vagy mi? Ja, hogy ide kidobálta, bazd meg. Istenem. De legalább lehet, hogy gyorsabban menni, értek? Pikpak, bazd meg, egy FPS játékban. Oda mész, fölveszed, odaadod. Nem, bazd meg. Remélem, itt nem kell futni, vagy menekülni emberek elő, mert itt vége. Vége. A cigi az nem a pult mögött falon van, az a kék valami? Megnézzük, megnézzük. Megecizzünk egymással. Meg nem kéne egyesével adogatni, az se lenne rossz. Amúgy igen. Na figyelj már, csávokám, itt van ez a Marlboro, tessék. Kettő cigi kell, vagy mennyi kell? Várjál. Meg vagyunk? Gaudnos Ken. Hallod, menj már anyádba, Dick! Fú, te! Fekete listára raklak azonnal. Menjél is, vissza se gyere. Na, hol vannak a patkányok? Hát, nem igaz. Juli néni végzett már a kulázásból? Jó lenne, ha befejezni itt a Na, örülök neki. Hölgyem. Segíthetek? Úristen, bazd meg, ennek nagyon jó. Fú, de büd... Valaminek nagyon örül Marika néni, de minek? Bemerjek én nézni? Na, hát, maga nagyon tisztán tartja itt a dolgokat. Gondolom volt kis anásikálás, meg hasonló. Jó. Na mindegy. Nézzük, hol vannak az egerek. Valaki itatja az egereket. Valaki megírtja őket. Anásikálás. Hát igen, mert ugye ez Japán, azt a Japánban van ilyen izé, ilyen, hát ilyen seglukmosó a WC-ken. Hát na, fényesre nyalja a segged. Arra értettem. Kokó bidé. Na, már csak három egeret találjunk meg, aztán húzunk ki. Nem tudtátok? Japánoknál több funkciós WC van, van hüvelyizés, hogy kijön ilyen rúd, és akkor spicceli fölfelé a vizet.
És akkor a szép kis aranyrózsa, vagy mi az? Igen. Hátul a kis rózsát is meg lehet tisztítani, meg hüvelyre is van ilyen. Hát az ott a potkónya. Enterprise, kapitányi széke. Ja, még melegített ülés, meg szárítja a popódat, szóval, ja, minden van, minden van. Na már csak egyet kell megtalálnunk. Mondjátok, hogy itt van közel, és nem kell 500 kilométert keresgélnem. Nagyon jó, hogy átmenet van a hangban egyébként, hogy így bemegyek egy helységbe, és így instant. Van hüvelytisztítós cucc funkciója is, ja. De egyébként fú, jó, tehát, hogy ez lehet, hogy így fú rá, meg viccesen hangzik, de hát most bazd meg, van egy gép, ami kimossa a segged. Hát ez tök jó dolog, nem? Te japánok minden szart ki tudnak találni. Biztos, hogy higiénikus sem. Hát meg figyelj, a melegeknek is tök jó, hogy könnyebben tudnak ilyen anális beöntést csinálni maguknak. De nem. Ez nem kell külön fürdés hozzá, hanem csak így megoldják a kocsba. Hát nem lesz itt tegér, én megörülök. Jó, mindegy. Hát egyébként nem ha sokat fáj a hasatok, és elmentek WC-re, akkor nem éreztétek egyébként azt, hogy kidörzsölődik ott alul, vagy csíp, vagy ilyesmi? Én nem tudom, haver mondta. Nem, jogos, egyébként nem csak a melegeknek kell anális beöntés, jogos, de nekik rendszeresebben. Na, akkor így van. Hallod, itt mit? Fú, de megijedtem, baszod. Szóval itt mi történt, halló? Itt már elsült a izé? Nem tudom, mit akartam. Mondjátok már meg, hol van az utolsó, fasz ki van már ezzel. És ha nők, akkor mi van? Semmi, azért mondom, hogy akkor is megértem azonnal is beöntést. Beszélgesse nővel. Jó, beszélgetek, na. Mari néni, mi az? Where is Cancun? Hát honnan a picsába tudjam, hogy ki a faszom ez a Cancun? Hallottam a hangját. A lányom házánál volt. Mit csináltál vele? Hogy merted? Hogy volt merszed? Mit? Cancunnak hívják az egyik izét? Egyik potkonyt? Jó, remélem meg. Lehet, hogy az utolsó direkt nem jelenik meg addig, amíg nem beszélsz a nőcivel. Lehet Cancun az, aki izél itt, mi? Jó, elment a izé. Megvan. Köszönöm. Keiko, mint Yu Yu Hakusho-ban. Mi van vele? Ahogy azt hitte, hogy az ő lánya háza, az kicsit agyfasz. És akkor ugyanott van a WC, vagy a... Na mindegy. És most...
elmész a lányodhoz, hogy szétkulázod a WC-t, ez komoly. Hát mi folyik itt már megint? Amúgy mennyi a játék ideje ennek a játéknak? Na várjál, ezt megnézzük. Megnézzük a CCTV-n, hogy mi a pöcsön van. Láttál a kis köcsög? Mit kell rugdosni? Cancun, te vagy az? Kb. Egy óra. És ha nem tudok mindent, akkor mi van? Nézd már meg itt, te ne. A rohadással jön meg téged. Megint itt csövezzel, buzikám. Jaj, majdnem elég. Köszönöm szépen. Aha. Ja, megint delivery jött. Megint kaptam egy VHS kazettát. Jó, de hát ilyet kell, hogy ezért cigit vegyek embereknek, akkor tényleg sokáig fog tartani. Nem néztem még meg a WC-t. Good to see you again, you know, this unstoppable trend on the ordering everything online. Anyways, there seem to be package, you need to be a pickup up here. Igen. Mi? Ja igen, itt van a csomag, tessék. Köszi! Megnézzük, hogy mi van a WC-be. Kaptam egy fülest. Hát, oké. Oké. Irodában is volt valami. Évették tűlé. Na nézzük megint. Hát nálam nem csapódott be. Meg akartál ijeszteni, csak nem sikerült. Na és akkor most mi van? És mit csináljuk? Megöltem a dolgokat, átadtam a cuccokat. Menjek haza? Dolores 999 kiváltotta a fésülködést. Most sokáról nézek ki, most nem kell. Most mit csinálják ezzel a gyerekkel itt? Mi a fasz kell csinálni? Tuxi, köszi, akkor jól van, akkor jól van. Közben második éjszaka. Nincs kajám, nem is fogok enni már. Ez mi a pöcs? 20Cloud03 azt szeretné, hogy így áll. Végre visszatért a legenda. Jaj, de aranyos vagy, köszönöm. Vagy magadra gondoltál? Szia, Arika. Fuck, fucking umbrella.
Értem, mindenki rihanázik, bazd meg, mi a fasz? Nekem is azt mondtad eszembe. Halló? Hát ez egyértelmű, köszönöm, kedves vagy. Most mi van, kaptam még egy izét? Még egy VH-s cupót? Cancún, te vagy az? Ez most hogy van? Hát bazd meg, sokat láttam. Ó, előkaptuk az esernyőt. Aha, bolygó együtt áll le. Jó, hát én nem tudom, hogy kire gondolt a költő. Ez az esernyős feeling egyébként, ez nem rossz. Már mi nem nagyon láttam még játékban ilyet, hogy így esernyőzni kell meg ilyenek. Egyáltalán nem fura, hogy nem láttam a főnököt Angliában, ahol dolgoztam. Egyszer találkoztam a menedzseremmel, akinek feleltem úgymond, és több mint egy évig besetette a lábát. Szóval én minden nap úgy mentem dolgozni, hogy egyedül voltam, felvettem a munkát, hazajöttem, leadtam a munkát, stb. Egy éven keresztül. Tehát, hogy vannak ilyenek. Amúgy, most, hogy mondod, Sanyi, én sem nagyon láttam még FPS játékban esernyőt. Ez egy új feature? Na most itt kell kötötten lenni, hogy ne tévedjünk el a picsába. Ja, csak egyenesen kellett volna érni, jó van. Itt viszont az esernyő majd bezavarhat. Hogy megint rossz fele jövök? Nem áll. Nem áll, nem áll, nem áll, nem áll. Faszom. Nem tudom, merre kell menni. Legközelebb mondjatok már egy normális útvonalat, baszki, mert látjátok, hogy nyomorék vagyok. Hát... Valahogy erre jöttem múltkor is, így balra végig. Jó, egyenesen néha balra, hát kösz. Jaj, de nem szeretem ezt. Amúgy minek? Minek kell ez a felesleges sok szar? De egyenesen mentem. Na, lejössz a lépcsőn, igen, és egyenesen megyek. Igen. Vagy az már nem is az volt. Jaj.
már vissza sem tudnék menni. Hát így ez mindig 20 perc késés, srácok. Ez így. Nem, de tényleg alig látok egyébként. Hát bazd meg. Elsőre miért sikerült megtalálni? Na itt lesz lehet. Ja, hú. Nem, ez szerintem ennek kell egy kis idő, mire beparázódik. Tehát, hogy lesznek szerintem para részek, csak lassan haladok így, bazmeg. Na mindegy. Nincs itt a haverunk, halló. A kurva anya, tessék. Jó, befogtam. Jó, van itt, nem csak én szartam be. You got your good, ha? De nem, egyből nekem is feltűnt, hogy nem volt ott a csávó, meg semmi, hanem csak így. Direkt csinálta a kis köcsög. De elbújt a szekrénybe, tehát direkt ijesztett meg, hogy rohadjon el. Jó van már. What? Sometimes been sending your VHS tapes. Ja, elmondtuk neki. Someone. Aha. Értem. Just a prank. Miért? Annyira bírom, hogy az összes ilyen horrorfilmbe, horrorjátékba, stb. Valaki mindig megprankel téged. Tehát, hogy senki nem vesz semmit komolyan, hanem annyit mond, hogy hát ez csak gyerekek játszottak, meg izé... Ez csak kamu. Jaj, csak biztos, hogy hülyéskednek veled. Nem bazd, mert kurva creepy, ha valaki VHS kazettákat küld neked. Ez már önmagában is az. Ja, biztos csak a húzat volt. Na jó, mit kell majd csinálni? Oké, föl kell tölteni a dolgokat. Ez is igaz sztori amúgy meg? Nem. Elvileg nem. Mi a faszter? Ott volt a gyerek! Láttal a köcsög. De ez egy kicsi gyerek. Tehát, hogy... Nem? Most a raktárból kell... A cuccokat idehozni, nem? Mindjárt kimegyek, hát ha megver valaki. Ja, várj, ezt a piros szart, ezt föl kell rakni valahova. Az majd oda később. Bezzeg a pornó is. De a pornóságokból is hiányzik valami. Jó. Csomó minden hiányzik. Most hol vannak ezek a szarok? Itt is hiányzik. Mi van a WC-be? Amúgy meg nem lehet, hogy azért hitted azt, hogy becsapódik az ajtó, mert ha itt várok, akkor egyszer csak becsukódik? Tehát, hogy minden automatikusan bezáródik utána. Vagy... Ilyen scriptelt becsukásra gondolsz, amikor ilyen látványosan becsapódik? Becsapódik. Jó, én nem tudom, ezek hova valók, én azt hittem ide valók, vagy ide valók. Átlettem megint baszva. Szokás szerint. De mi a pöcsöm ez?
Nem kell lehajolni, semmi. Jó van, akkor nem lesz. Na. Azért megnézem itt mi a helyzet. Kis köcsög, szar, nekem itt ne izé ilyen pattogjon. Ez mi a fasz? Ez mit villog itt? Szóval, halló? Te itt mit geciskedsz? Ki vagy te? Hát megöllek, bazd meg. Itt laksz? Biciklid van? Camping bicikli, vagy itt menőzöl? Ha? Itt bujkálsz hátul, kis köcsög. Na jó van akkor. Jó dumáltunk. Szóval valaki itt lakik, ebbe a kis szarba. De ez egyáltalán miért van itt? Építkezés? Meg ez a kék szar, ez miért világít? Mindegy. Kék szarok is vannak. Most kölyökbe zártam magam. Bezártam magam, Dick. Most nyitották ki az ajtót? Ki volt az? A fene a pofátokat. Ki volt a WC-be? Te voltál az, Tupák? Nem én voltam, anyukám. Csí, öcsém. Még a lantot is leteszem. Na, mi van? I'm Amanda. So there is something wrong with the air condition. Ja, hogy te vagy a izé? Tupák. Hate to be working this late, but pays me well. Jó, engem nem érdekel, hogy mikor jöttél, csináljad. Mert mindig nem tudom, hogy mi hova kerül, vagy hova kéne rakni itt a dolgokat. Próbálom a fehért a fehér részre, de annyira nem akarja. Vises tupák, bazd meg. Jó. Hopp. Aha, nem ide. De lehet piros kell majd. De én nem értek semmit egyébként. Jó, itt mindegy. Amúgy kötelező megcsinálni a szarságokat? És ezek a fehér fasságok, ezek... Aha, kapja be akkor. Sose fog végezni így az ember. Ah, végre megtaláltam. Jó, fasza. Figyeljünk már rá azért a kamerára, hát egy tüzé. Tudom, hogy van még. Valaki kizárt engem az előbb. Csíjöcsém. Szerintem ez reggel fog végezni az a csávó. Oké. Okay. Valaki kizárt. Köszönöm, Talosz, a feliratkozást.
Teljesen jogos. Megértem. Ó, oh, hello! Hello, baby, én vagyok a Chip and Dale. Rázom neked 20 000-é. Hello? Hát, jól van. Legalább ő nem kunyerált tőlem, de mondjuk neki szívesen segítettem volna. Fenne a pofádat. Igen? Hopp, ide való. Azt mondjuk, hogy nem lenne... De amúgy igen, ahhoz képest, hogy boltban vagyok, senki nem jött még nagyon vásárolni. A waifu kategória? Na jó estét, jó estét. Mi... Az mi? Én vagyok az egyetlen, aki itt dolgozik? Nem hiszem el. Ja, hogy én csaj vagyok egyébként, így zárójelben megjegyezzük. Mi a menedzser az, aki izét, lányt rak az éjszaka közepén egyedül? Látom, hogy nincs sok választásod. Értem, bazd meg, adott egy izét. Prometheust. Szefi coming out. Ja, amúgy csaj vagyok. De ezt sem értem, hogy ezt miért tettem így, hogy így keretezzük ezt a dolgot, ezt így értettem, mint ez olyan, mint... Úristen, vizualizálom a dolgokat, amiket elképzelek, hogy ezt így zárójelben megígyeztem, és akkor csinálom ezt meg ezt, hogy nem értem amúgy magamat. Na mindegy, ne gecizzünk egymással. Nézzünk meg a rádiót, mert itt a csávol szerintem már meg lett késelve. Azt megint jön majd ide, azt trollkodik majd valaki. De most igazából kettős a helyzet. Tudom, adott egy ilyen izé, egy ilyen védelmező cuccot. Tehát most a játék félig sugallja azt, hogy szellem van itt a hely, a dologban, a másik felől pedig az, hogy ez zaklató van. Vizualizálom, amit elképzeltem. Ja, igen. Rekonstruálom azt, amit elképzeltem. Ezt akartam mondani, de köszönöm szépen a kijavítást. Gondolom, még vannak dolgok, amiket be kell rakni a izébe, tárcára. Spoiler. Bezártak a WC-be, bazd meg. A WC-s utka? És komolyan? Mi a fasz van itt? Na jó van, én ezt mondom a menedzsernek, azt mondja, megoldja valaki. Mi az anyád van? Mi a picsa van? Valaki ott ivott egy tejet. Aha. Aha. Mertek haza? És mi a fasz csinálják? Összemaszatóta! Pickup talizmán? Hát muszáj fölvenni. Jó, akkor eldőlt ez a játék része, hogy ez szellemről van szó. Bismillah alakar rabin! És mit csináljak vele? Még a WC-be? De mit akar a WC-be csinálni?
Halló? Egyébként most így full komolyan kérdezem, hogy hirdetsz meg egy olyan állást, amit mondjuk éjszaka kell csinálni, és mindenképpen tudod, hogy kurvára parás a helyzet. Jó, hát... De ezt elmondanátok egyébként? Hogy figyeljetek, hát nem tudom, hiszitek a szellemekbe, vagy nem hisztek, de hát itt elég durva dolgok szoktak lenni éjszaka. Szóval kéne biztonsági őr. Nem tudom felszedni amúgy. Aha, nem árulod el, de te fizetést adsz. Hát figyelj, ez is egy megoldás. Egyébként van izé, van olyan, hogy állatszellemet látnak emberek. Mi a raktárba seprű? Hát ez elbaszta az ember. Nem, mert a többség nem hisz, mert nem ér így elég embert a hirdetés. Mert az előbb akartam valamit csinálni. Hogy milyen seprűről beszéltél? Jó, seprűvel szedjem fel a dolgokat? Nincs seprű. Elvitték a seprűt. Szerintem menj hátra. Jó, megyek hátra, de hát ott voltam az előbb. De amúgy a szellem miért hagy hátra ilyen szarságokat? Ugyan, van még izé? Van még, amit rakni kell? Praktiker, mindig van kész ötlete? De mi a lehet kinyílt hátul az a szar? Egy kis büdös fasz. Gyere ide! Elviszem a biciklidet. Jó, nem tudom, mit kell csinálni. Ez nem mi a fasz lett? Hova lett a kondicionálós csávó? Aha. Jó, ha jumpscare lesz, kinyomom a videót. Oké? Okay? Mi a fasz csinálják most? Nem tudja kinyitni. Ekkora bal faszt. Kurvára remélem, hogy nem lesz ijesztés most már. Szóval úgy érzi, mintha valaki elvenni a izéket. Hát jól van. Egyébként köszi a izét. Backseatet, de annyira nem kell. Bár most én nem raktam volna így össze fejbe, hogy ezt talizmánt rá kell rakni az ajtóra. Szálljon el belőled a rossz mindent, amit szeretnél. Azt elteleportált az ember belőle. Igen.
igen, nem jött a menedzser ma iskolába, vagy mi? Dolgozni, ez feltűnt. Kiszúrták a szemét neki? De várj, itt vannak még izék. Anyádat! Amúgy lehet, hogy a menedzserem küldte a VHS-t amúgy. Mi a fasz van? Ez kicsit kiábrándító. Mit néze? Bén is nézett, azt megbánta. Menj, menj, menj. Ezek után én nem mennek ahol aludni. Ez mi a fasz volt? Szóval lehet, hogy a menedzser küldte a dolgokat, hogy parázzon még ilyenek, de amúgy van szellem. Én nem értem ezt a hazateleportálást. Miből gondolt, hogy ez egy cucc volt? Elég világosan. A menedzser megmordált. Halló? És mi nem tudok hazamenni? Nézze meg a VHS-t? TV-t? Nézze ki? Mi a fasz csinálja? Ja! Azt nem vettem észre. Megnézed közelről? Miért? Nem megnézed a VHS-t, hanem megnézed közelről? Ezt ott ilyen menedzser lenne amúgy. Hát ez nagyon jó, most ezért megérte egy VHS-t megnézni. Hát érdekes, érdekes. Meg azt nem értem, hogy az elején nagyon sokat reagált a karakter. Tehát figyeljétek már development szemmel. Ahogy elkezdődik a játék, majdnem mindenre japánul reagál a karakterük. Jaj, éhes vagyok, jaj, kell a zseblámpa, stb. Jön az első kosztümör, kiszolgáljuk, tőle elköszönünk, és azóta meg se szólalt a karakter. Tehát lusták voltak utána már írni neki több ilyen dolgot. A karakternek semmi reakciója nincs arra, ami történik velünk a játékba. Tehát ezekre még nem nincsenek monológok, ha már a játék elején voltak. Érted? Sokkal több, tehát ha sokkal több érzelmet átad a karakter, amit már az elején elkezdett csinálni, akkor lehet, hogy sokkal nyomasztóbb lenne, hogyha a sikítana, meg mit tudom, hogy kiakadna. Látja a szellemet, bazd meg, semmi reakció nincs, de a játék elején szól, hogy éhes. Érted a különbséget? Ez annyira látszik, hogy ez így útközben ez így el lett engedve. Ez az, hogy az elején volt. Tehát a játékban úgymond benne lenne ez, csak fogták azt... Úgy gondolták a készítők, hogy inkább nem reagálnak le semmit. Vagy lehet, hogy nem volt ötletük erre a dologra. Mert erre lehetett volna reagálni több szempontból is. Lihek például a karakter, mert fél. Akármi, egy csomó minden. Igen, de amint... Várjátok, nem írásban, hanem szóban. Tehát a játék elején volt japán szinkron, ahol reagált a karakter. Utána már csak írásban reagált, hogy hű, te magad is elvihetnéd a dolgokat. És utána semmi. Semmire nincs reakció. Ha például kinyílt ugye magától az ajtó, meg becsukódott, stb. Akkor itt menjek végig egyenesen? Tehát kinyitogatott az ajtó, arra se volt érdemben reakció, holott a játékban benne van a narráció.
Erre? Most nagyon csönd van. Jó, akkor visszamegyek és megyek tovább egyenesen. Nyomom a shiftet. Semmi nem történik. Jó. Oké. Hát egy nagyon hangyafaszni van. Így megy alapból. Ez kicsit zoom. Én nem tudom, ha most itt lesz a menet... Mint a dudolás hallottam volna. Ha itt lesz a menedzser, akkor álmodtuk. Ha pedig nem lesz itt, akkor agyfasz az egész. Nyitva az, nyitva a WC, úgy kezdődik. A menedzser egyébként nem hív föl, hogy figyelj már amúgy. Nem tudom, fura most ez egész így. Nem járt itt a menedzser szerintem. Horrort azt nagyon szívesen készítenék. Gondolkoztam is egyébként Unreal Engine-be. Folyamatosan jár az agyam egyébként játékkészítésem, vagy játékon, hogy mit lehetne csinálni, stb. Most én nem tudom, mi történt, úgyhogy hátra né... Mik ezek a tévék? Jó... Figyelj, ha nagyon beszarok, akkor vége mindennek, jó? Játékot lehet venni neked, Steven? Persze. El is küldheted a kódot, ha gondolod. Nagyon sokat segíten ez. Most főleg. És mi a pöcsön van? Próbáljuk meg visszamenni? Na jó, kapcsoljuk be a tévéket. Minden állomáson és megálló helyen bekapcsoljuk a tévéken. Anyád volt. Mi ez a hang? Most majdnem beszartam egy pöppet. Mi ez a tüdüdün? Tüdüdün. Hülye, én már rég futnék haza. Igen. Azt értem, de azt elrezetelt az egészet, amit bekapcsoltam. Aztán mondd, hogy itt van valami kód, hogy melyik izét kéne bekapcsolni. Ja, mindegy. Jó, nézzük meg hát, a CCTV látszik, hogy melyik van bekapcsolva, és akkor azt kell bekapcsolni. Ott megy egy gyerek. Azokat kéne bekapcsolni, ahol megáll. Mindig máshol van, baszod. Te jobb oldali. Azért nagyon pöcsölős. Jó, ebbe segíthettek, mert most igazából ettől nem lesz jobb.
Na most volt valami itt. Itt megállt. Tehát annyi tévé van. Volt valami ilyesmi, hogy itt. Amelyiknél hangot ad ki, az nem jó. Én ezt értem. Jó, ez nem volt jó. Jó. Én értem, de itt most az a lényeg, hogy melyik polc sort kell benyomnom, vagy konkrétan az, hogy innen a harmadik tévét, innen a 85. tévét, Karnoszia. Szóval, amelyikre ránéz a púja, ó, bazd meg. Na jó. És én így honnan lássam? Jó, akkor ez az utolsó előtti sor bal oldala. Akkor ez a pornós sor. Most a pornósban nem is néz semmit. Ja de, azt. Aha. Akkor az egyik. Igen. Fú, de nehéz követni. Akkor ez itt van. Ez fönt itt nézi. Oké. Okay. Meg a lent itt. Jó, megpróbáljuk. Akkor itt elvileg itt a legfelső. Itt elvileg a legalsó. Itt a fasz tudja, mert a pornósnál elvileg valahol itt a belsőt nézte. Fú, itt még volt, azt hiszem ez. És akkor pornósnál volt még valami. Ez talán. Nem. Jó. Akkor nézzük meg ezt a izés videót. Nem spoilerezek magamnak. Ja, ez konkrétan csak a izé. Jó. Itt kell ez. Igen. Itt az. Itt egyedülálló izék, tévék vannak. Nem egyedülálló anyukák, itt tévék vannak. Igen. Itt is. Itt is az egyedülálló tévékkel. És a pornó szakaszon meg a legutolsó, és akkor eddig néztem. Kutya nem vette, nem tudta volna, hogy ez mi a pöcs. És nem jó. Most elbasztam valamit az elején? Hát de jó. Itt a hármas tévénél ezt kellett bekapcsolni. Igen.
Aztán itt ezt kellett bekapcsolni. Itt ezt kellett bekapcsolni. És itt pedig a legutolsót. És ne szopass már. Hát de nem basszatok már föl. Ez biztos jó. Jó, akkor megnézem még egyszer. Igen, itt elfordult. Balra, balra, lent. Ez, ennek is tök jónak kell lenni. Elfordult balra, ezt kapcsolta föl. Igen. Ment tovább egyet, elfordult balra. Ja, akkor azt basztam el. Oké, nem voltam a fasz. Nem ezt kell, hanem ezt. És akkor itt pedig a legutolsó. De ezt a szarpázzőt amúgy... Igen. És most kell megnézni a dolgokat. Nem. Most ki tudok menni? Halló? Bazd meg. Ennek mi értelme? Na már megint kezdi. Nagyon csöndben vagy. Tessék csak írni. Ez tetszik, ahogy így megoldottuk ezt a dolgot. Remélem, hazavisz legalább ez a szar. Fortnite. Mi ez a szennyes kosz? Barát kérem, rívja Geralt. Nézzük meg, hogy mi a pöcs. Most mi a fasz van? Mi állt meg? Mi történt? Megint volt egy kis szakadás? Kis szakadás stúdióból? De most már jó? Ott a lábam! Csináltam egy képmetszetet a lábról. Olvasd fel, hogy lássuk késik-e. Szóval van egy zaklatónk is ettől függetlenül, csak azt nem értem, hogy a kettő hogy kapcsolódik össze. Ez konkrétan a szobám, én ezt értem. Én vagyok a lábfétises. I can't move. Most sem beszél a karakter. Padlás. Ez lehet paralízis is egyébként, amit most átél a kis csajszó. Anyád! Én ezt paralízisbe átéltem, érted? Get Ending 2. Mi volt az, amit elbasztam, vagy amit máshogy lehetne csinálni? A Game by Chillas Art. Chillának a művei. Van egy zaklató, és van egy szellem, ami Ken Kun házában volt, amit a nagy is mondott, annak a helyén épült a store. Megnyalogat a füled. Amúgy lehet, a Bluetooth füle sem lassú, de minden csúszna a hang. Csak nem. Szóval akkor a nagy azért jött ide, mert ő azt hitte, hogy itt lakik a lánya, aki a szellem volt, és gyakorlatilag akkor erre épült a store, és annak a Ken Kun meg mi? A
kazettával lehet három dolgot tenni a végén. Ja, kibaszod a kukába, megnézed. Aha. Értem. Vagy megmikrózod. Aha, jó. Hát érdekes volt. Ez volt a bad ending, mert ugye megnéztük a kazettát. De az egyébként jó lett volna, hogyha minden esetben ki lehet baszni. Szóval én azt láttam, hogy itt nagy lelkesedés volt így a készítő részéről, hogy fújt, majd mindent leszinkronizál. Gyakorlatilag négy mondata volt a szinkron színésznek. Hát Tamaszkó, kicsit lemaradtál, igen. De visszanézhető lesz a YouTube-on. Úgyhogy innen is köszönök a YouTube nézőktől. Nem tudom, lehet, hogy nyomunk még egyet következőre, megpróbáljuk az előzőt. Addig is találkozunk legközelebb. Chat meg akkor köszönjön el a nézőktől. Legyetek szépek. Valaki ismeri nagyon ezt a játékot? Kérdésem lenne, de nem akarom itt, hogy ne legyen spoiler. Hát ha ezzel a játékról van szó, akkor szerintem most már nem tudunk spoilerezni. Úgyhogy mindegy. Sziasztok, srácok!